Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma erre a kora esti nyárutó programra vette az irányt, és Covid ide, Covid oda eljött a közösségünkben. Mivel mi egy cinke közösség vagyunk az ország különböző pontjain, határokon, innen határon túl, egy kulturális közösség is, sajnos történnek szomorú esetek, és engedjék meg, hogy egy 15 másodpercben megemlékezzünk Guguc Nóra, erdőkertesi művészünk, tegnap elhunyt, egy 10 másodpercet engedjenek meg, hogy megemlékezzünk róla. Recept. Mi a recept egy jó program kapcsán? Keres egy hiteles művészt, egy jó alkotást, és megtelik a csarnok, megtelik a terem. És tulajdonképpen ez is, ami a mai eseménynek tudható be. Annyit engedjenek meg, hogy megköszönjem külön a korosztályok öntevékeny együttgondolkodásáért programunk fut, és ez lehetővé teszi, hogy a fiatalok, a juniorok és a szeniorok közötti együttműködés minél zökkenőmentesebb legyen. Köszönjük a magyar kormánynak, az Európa Uniónak a nyújtott támogatást. Egy 5 éves programunk biztosítja a találkozási lehetőségeket. Zoltán, Bartolovics Zoltán a művészeti vezetője a Cinke klubnak. Az elmúlt 10 év sok száz programot hozott közénk, és sok ezer személy látogatott el személyesen is, és több tízezer értesült az internet adta lehetőségekkel. A mai program folytatása. Egy évvel ezelőtt ültünk itt a könyvbemutatón, és ez most folytatódik. Reméljük, hogy ez hagyomány lesz, és ez minden évben megismétlődhet. Szeretném átadni Bartolovics Zoltánnak az est levezetéséhez a szót. Jó magam, az Origóház Egyesület elnöke vagyok, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és együtt tölthetjük ezt az egy órát, amely bízom benne, és biztos vagyok benne, hogy kellemes élményekkel fogunk távozni. Zoltán, akkor. Szép napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Origóházba ellátogató közönséget, valami nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik rendszeresen az interneten hallgatnak és néznek bennünket határon innen is túl. Ugye egy szomorú hír volt, hogy sajnos Guguc Nóra festőművész alkotótársunk tegnap sajnos elhunyt, ezért gyújtottam itt egy gyertyát. És hogyha körbenéznek még itt a teremben, akkor láthatnak néhány képet. Jovics Ibolya fotóművésznek a kiállítását nyitottuk meg körülbelül 2-3 hete, és annak a képeit láthatók még itt. Ennyit csak így előzetesen. És nagy szeretettel köszöntöm ismét körünkben Gáspár Klárát, aki elhozta nekünk második kötetét a trilógiából, de hát ugye azért mondom trilógia, majd erre még kitérünk későbbiek folyamán, hogy ismét bemutassa nekünk a második kötetét, hiszen az első már megtörtént tavaly. És nagy szeretettel köszöntöm dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszonyt, aki megnyitja majd nem sokára ezt a kis műsorunkat. Köszöntöm Fodor Zsoka színművésznőt, aki a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje díj kitüntetettje. És hát köszöntöm szépen a Baranya Bokréta Népdalkörnek a meghívását, hogy eljöttek ide, és Radnóti Léda Karnagyot, hogy elhozta nekünk a kórust, tehát ők is szerepelni fognak. És mindjárt át is adnám akkor a szót. Elnézést. Előjáróban is szeretném elmondani, hogy szívesen fogadtam a felkérést, amikor a Klára megkeresett azzal, hogy legyek a bevezetője ennek a mai rendezvénynek. Már csak azért is, mert azt hiszem körülbelül 40 éve ismerjük egymást. Valamikor még az önkormányzatot megelőző tanácson koptattuk együtt az irodát, székeket és asztalokat, és aztán úgy elsodort bennünket az élet egymástól,
És amikor először hallottam, hogy a Klári könyvet írt, akkor így elcsodálkoztam. Elcsodálkoztam, mert ritkán fordul elő, hogy valaki egy hivatali irodából, ahol aktákkal foglalkozik, könyvírásra adja a fejét. És amikor elolvastam a második kötetet, bevallom, hogy még csak azt, de kíváncsi vagyok nagyon az elsőre, úgyhogy ma este annak is neki fogok állni, akkor azt mondtam, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, hogy valaki arra adja a fejét, hogy saját családjának a történetét, benne nyilvánvaló azért az ő élete is valahol benne van, mivel az ősei élete benne van, írja le, és főleg egy olyan történelmi környezetbe ágyazva, ami jól lehet a bukovinai székelyeknek a hányattatásait is bemutatja. És ez azért is volt különleges számomra, mert az a történelmi környezet, ami szeretném, ha néhány dolgot kiemelhetnék ebből a második kötetből, például Józsefalván játszódik. Józsefalván, ahogy Klári ír a kötetben, arról nem szeretnék spoilerezni, azt már most szeretném rögzíteni, de arról, hogy hogyan ég le az alszeg a településen, és a családját ez hogyan érintette Zoltán testvérét, Imrét, feleségét, Sárát és a szülőket, és ahogy felszegre menekültek a családhoz, hát a történelmi tények azt igazolják, igen, 1939-ben Józsefalván leégett a fél falu. Józsefalván leégett a fél falu, aminek bukovinai székely emberek voltak az áldozatai, és azt is tudnunk kell, hogy ezt követően 1940-ben, és itt szeretném azt is elmondani, hogy éppen 80 esztendeje, pont 80 esztendeje ezekben a napokban menekítették az ott élő bukovinai székelyeket, és kerültek át a Vajdaságba. Először a Vajdaságba, majd onnan tovább, és ezért is mondják, hogy öt hazában éltek, hiszen Mádé falvától kezdve egészen a Völgységig hosszú utat jártak be. Hosszú utat jártak be ezek a családok a 80 év távlatában, de mindig megtartották azt, ami számunkra a legfontosabb, a saját identitásukat, ezen belül is a nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat őrizték, őrzik ma is, hiszen egy rendkívül összetartó közösségről van szó. És ma is elmondhatjuk róluk azt, hogy ékszerként őrzik azt, amit ők székelyként az 1700-as évek végére, 1764-ben, ugye, amikor a székely gyilkosság, a szikulicidium volt Mádéfalván, és onnan menekültek tovább. Menekülés volt az életük, majd Völgységben, ugye, svábházakba kerültek betelepedésre. Úgyhogy ennek a történelmi környezete az nagyon jól jelzi azt, ami Közép-Kelet-Európa közösségeinek a hányattatását jelenti. És én két okból gratulálok egyrészt a Klárinak, mert egyébként is nagyon szeretem a családregényeket megismerni, hiszen mint csebben a tenger, mindig ezeken a sorsokon keresztül az ember a saját nemzetünk egy-egy időszakát is megismerheti. Másrészt azért gratulálok, mert olvasmányosan ír. Harmadrészt azért gratulálok, mert nem tanulmányt kell ahhoz olvasni, hogy valaki átélje ugyanazt, ami a történelem ebben az időszakában volt. Negyedrészt azért, mert a második kötet ebben az esztendőben 2020-ban jelent meg, amikor a Trianon 100 éves évfordulójára emlékezünk, a trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján, a nemzeti összetartozás évében, én azt gondolom, ilyen regényekre is szükség van ahhoz, hogy mindenkihez eljusson az, ami ebben a könyvben üzenetként megfogalmazódik. És el kell, hogy mondjam, hogy 80 éve 2689 családot és 12.083 embert telepítettek, költöztettek át. És
Ebben a kötetben volt egy rész, nem tudom, Magdi Anyus, vagy a művésznő, mivel készültél. Az a helyzet, hogy ezt azért is mondtam, mert a drága menyem, mielőtt eljöttem, azt mondta, mama, úgy veled mennék, mert én úgy szerettem Magdi Anyust. Zsókán, nagyon sokáig élj még, Isten éltessen. És a kötetben van egy rész, ahol éppen a Klári, mint írónő, hadd fogalmazok így, mint írónő, hiszen már a második köteted jelent meg. Tehát az elsőre mindig azt mondják, hogy véletlen. A második, hogy jó, hát még egyszer sikerült, de hát a harmadik is készül már, úgyhogy tényleg trilógiáról van szó. A harmadik az már jól jelzi, hogy ez már egy írónői képességet jelent, amiben úgy írsz, hogy éppen a háború kapcsán, ugye 40-ben már a lengyeleket megtámadták a németek, és ugye ez az egész történelmet átforgatja, és nagyon revelatíva, hogy egyébként ír a család életéről a Klári háború kitöréseinek a napjaiban, hogy hogy él a család, és fölteszi akkor a kérdést, milyen háború ez? Kik állnak szembe egymással? Nemzetek? Vallások? Emberek? Ez tényleg egy olyan kérdés, ami abban az időben azt hiszem, hogy sokszor sokak gondolataiban megfordult. Sokan gondoltak ekkor arra, hiszen a történelmi folyamatokat tényleg a kisemberek és azok szenvedték el, akik tulajdonképpen ezt nem akarták. Végül hadd mondjak még annyit, hogy én sokat hallottam már arról, hogy örömzenélés. Akkor valaki leül és hogy saját kedvteléséből, de mások szórakoztatására játszik. Klári úgy fogalmazott, hogy ő örömíró. A Klári valóban örömíró. Könnyedén ír, kedvesen, és úgy ír, hogy az mindannyiunk számára élvezetes olvasmány, viszont olyan tudáshoz és olyan ismeretekhez jutunk hozzá, ami csak a miénk, ezé a nemzeté, és amiben benne van mindaz, ami egyébként a történelmünkben is, hogy hogyan élt a németség, a székelység, hogyan éltek együtt azokkal a bukovinaiakkal, hiszen Bukovina akkor már egy olvasztó tégely volt, és én ezt megköszönöm a Klárinak. Én azt javasoltam, hogy jó lenne, ha ezt egyszer lefordítatnánk például angolra, és sok helyre eljutna ez a trilógia, mert lehet, hogy így a regényen keresztül még inkább megismerheti Európa vagy a világ más része is azt, hogy hogyan éltek, élnek itt ebben a térségben, milyen történelmi gyökerekkel rendelkeztek székelyek, svábok, szászok, németek, és sorolhatnám tovább. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy ilyenre is sor kerülhet. Én ezt köszönöm neked, Klári, köszönöm, hogy itt lehetek, és remélem, hogy jövőre veletek ugyanitt a harmadik, a trilógia befejező köteténél találkozhatunk, és megköszönöm önöknek, hogy szólhattam. Elnézést kérek, egy kicsit a bevezetőnél hosszabb voltam. Köszönöm. És mielőtt még beszélgetnék az írónővel, felkérem Radnóti Lédát, hogy a Baranya Bokréta népdalkörrel énekeljék el az Addig élem világom a című bukovinai népdalcsokrot. Come on, my son, come on.
Annak az Isten rozsot adjon, megígyük a rozsnak levét, dicsérjük a Jézus nevét. Ennyi kislány, de megnőttél, azt gondoltam, férhez mentél. Mentem volna, de nem kértek, engem itthon felejtettek. Mentem volna, de nem kértek, engem itthon felejtettek. Templom kerítésbe folyó patakocska, annak közepébe rossz malingó kréta. Öntözétek, lányok, hogy el ne hervadjon, szeretőtök szíve el ne szomorodjon. Egy fehér legényke hezzám akar járni, egy piros kendőjét vélem akar hányni. Se ne jöjj, se ne járj, vélem bizony ne állj, míg a templom földjén két térgedre nem állsz. Szifra bunda, kerek bunda, szegre van akasztva, gyerekekves kis angyalom akadd a nyakamba. Utcuk lenges akadjunk, légy előre minden bum, babám ne busulj. Utcuk menges alkantyún, térj előle minden bum, babám ne busulj. Tehát ugye szó volt arról, hogy egy évvel ezelőtt már megtörtént itt egy könyvbemutató Gáspár Klára által, méghozzá a Székely vér. Én elolvastam mind a két kötetet, és fantasztikus valóban. De hát mi történt azóta? Akkor az egy évhez képest, bár itt nagyon én előre mentem, de hát azért mégis beszélj egy picit arról, hogy hogy telt el ez az egy év. Először is mindenkit üdvözlök, nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és köszönöm Zsókának és Katinak is a részvételt, és egy kicsit meghatódtam, olyan szépen beszéltél, Kati, hogy attól féltem, hogy nem tudok szóhoz jutni utána, úgyhogy köszönöm szépen. És hát már többször elmondtam, hogy valóban örömíró vagyok, mert apukámnak, aki ugye a regényben Zozó azért tudja mindenki, ő még itt van személyesen. Ő neki akartam örömet szerezni azzal, hogy megírom ezt a regényt. És hát az első kötet kiadása után úgy gondoltam, akkor már kész volt a második, de úgy gondoltam, hogy a fogadtatást azért megvárom, mert egy ismeretlen szerzőt, nem biztos, hogy bárki kíváncsi rá, megvárom, hogy reagálnak rá az emberek, és hát az természetes volt, hogy az ismerőseim el fogják olvasni, meg a rokonaim, de az, hogy mindenhonnan írnak rám különböző közösségi hálókon, rendelik a könyveimet, várják a következő részt, külföldről írtak székelyek, ez megerősített abba, hogy a második regényemnek a kiadását is megkezdem, illetve befejezem, mert azért ezt el kell mondanom, hogy ez szerzői kiadás, tehát itt a könyvnek minden egyes betűjét én fizettem. Nem csak én írtam, hanem a nyomtatást, a szerkesztést, tehát minden az én költségem volt. Kicsit húzós is volt, nem mondom, de szoktam ilyenkor idézni a klasszikusokat, nem tudom hol a kolléganőm ott hátul, aki azt mondta, hogy fogd úgy föl, hogy ez a hobbid, képzeld el, milyen drága lenne, ha vitorláznál. És tényleg így fogtam föl, és a kolléganőim nagyon ösztönöztek a regény kiadásába, mert ők folyamatosan olvasták, ők voltak az első cenzúrázók a regényírás közben, mert ők közben olvasták ezt el. Úgyhogy ennyi, ami történt, és akkor így a második kötetnek is ugyanúgy nekiálltam saját szerzői kiadásba. Tudjuk, hogy valós események és valós személyek vannak a háttérben, a regényeidben. A másodikban eltértél ettől, vagy folytattad ezt a dolgot? Természetesen folytattam. Eltér a két regény egymástól, aki olvasta az elsőt, tudja, az egy könnyedebb, romantikusabb regény, ahol ugye a székely fiatalember és a
100 kisasszony megismerkednek, és végül házasság lesz belőle. Ott is szerepelnek a történelmi események, de nem ilyen élesen. Tehát csak megemlítem mondjuk a székely-román ellentéteket, vagy a zsidó üldöztetést, de tulajdonképpen egy romantikus könyvről van szó. A második az jóval komolyabb eseményeket dolgoz föl, hiszen itt a háború, tehát ennél tovább nem kell menni, a háború az sosem lesz romantikus. Ennek ellenére, ugye azt hiszem pont te mondtad, hogy tipikus női író, amikor elolvastad a regényemet, próbáltam vidám jeleneteket beletenni, próbáltam szerelmet, erotikát, meséket, álmokat, tehát ilyen dolgokat tettem bele. Egyrészt azért, hogy érdekes legyen, másrészt meg azért, hogy ne csak a szomorú eseményekre gondoljunk, hiszen a háborúról több ezer könyv megjelent, meg több ezer film, úgyhogy azt mindenki tudja a háború borzalmait. Én inkább azon belül a szépséget és a vidámságot próbáltam kiemelni, vagy elfeleltetni egy kicsit a komoly eseményeket. Akkor, ha már így megemlítetted, azért azt elmondom, hogy igen, azért mondtam neked, hogy tipikus női író könyve, mert hogy rengeteg szer van benne, természetesen szerelem, mindenféle női dolgok, meg férfi dolgok, de hát rengeteg van a varrásról, azon rengeteg van, és érdekes módon soha egyszer sem robbant le egy automobil sem annak idején, nem kellett egy karburátort szerelni semmit a könyvbe, és mondom, hogy hihetetlen, akkor elkezdtem mosolyogni magamban, hogy na, itt ez a Klári tipikus női író, tehát el se lehetne téveszteni ezt, de éppen ezért nagyon frappáns és nagyon jó kis könyv. Van esetleg olyan részlet, amit szívesen megosztanál az olvasókkal? Igen, van egy nagyon vidám részlet, ami tulajdonképpen egy szomorú esemény kapcsán, de mégis vidámra fordítottam a történetet, amikor megérkeznek az új otthonukba, és Zoltán elkezd kicsomagolni, és látja, hogy a felesége mit csomagolt be. Na most szomorúnak indult, mert ugye egy kitelepített családnak a házába tették be őket, nem is tudni, hogy kik valószínűleg zsidók, ugye kat küldtek el onnan Lengyelországban. És így szomorúan indult, aztán úgy gondoltam, hogy vidámmá teszem ezt a részt is, mert a vidámság számomra sokkal fontosabb, illetve nagyon fontos, és ez a kedvenc részem. Akkor megkérném Fodor Zsolka művésznét, hogy ezt a részletet olvassa fel nekünk, és hogyha megengedi, akkor ide jönnék a mikrofonnal. Artúr bácsi is kijött a teraszra, szivarra gyújtott. Úgy látszik, hogy már kijelölte a szivarozó helyét. Elégedetten nézett körül. Ugye, papa, olyan, mint Bukovinában, lelkendezett Lizi. Igen. Megmondtam én, hogy a Führer nem hagyja cserbe a népét. Zoltán nem akarta hallgatni a Führer magasztalását, úgyhogy inkább felment a lakásba, hogy megnézze, felesége mit csomagolt el neki. Szép bútorok voltak a lakásban. Vajon ki élhetett itt azelőtt? És miért ment el innen? Nem akarta, hogy borús gondolatai ismét elvegyék a kedvét, ezért gyorsan elhessegette azokat. Csak mosolygott, amikor kicsomagolt. Lizi, hova készülhetett ezzel a bőröddel? A smokingját is elcsomagolta. Áj, mit gondolt ez az asszony? Bálozni fogunk itten. Hihetetlen. Még szerencse, hogy a kényelmes cipője és a hétköznapi öltönye is itt volt. Zoltán nagyon szeretett elegánsan öltözni, de a smoking, hát az mégiscsak túlzás. Szinte már hangosan nevetett, amikor Lizi belépett a lakásba. Mitől ilyen jó a kedved? Kérdezte az asszony. Mindjárt megmutatom, csak menjél be a szobába. Miután Lizi bement a szobába, Zoltán felvette a smokingját,
alul pedig maradt a sejem alsóban. Kezébe fogta a söprűt, majd azt átölelve táncra perdült, miközben egy valcer dallamait énekelte. Lizi annyira nevetett, hogy a könnyei is kifolytak. Tovább, tovább, kérte Lizi, Zozó szokásos lelkesedését utánozva. Ekkor Zoltán stílust váltott, mert a valcerbe beleszédült. A szájával, szaxofon hangot utánozva, a seprűt maga elé állította, a gyelébe kapaszkodott, majd rákezdett a Charlestonra. Lizi visítva hahotázott. Észre sem vették, hogy valaki kopogott az ajtón. Lotte néni, mivel kopogására senki nem reagált, belépett az ajtón, csak ámulva nézte vejét, hogy egy szág gatyában, smokingban és seprűvel Charlestonozva jár felesége szórakoztatására. Ez az ember bolond, gondolta magában. Aztán megállapította, hogy mennyivel jobb érzés látni a boldogan nevető lányát, mint a másikat kísért szemeivel. Zoltán kisé zavarba jött, amikor meglátta, hogy közben közönsége lett. Édes fiam, nagyon jól csináltad, mondta Lotte néni. Ha nem vesztek fel szanitécnek a jövő héten, akkor keresünk neked egy éjszakai bárt, ahol táncos lehetsz. De kizárólag sejem alsóban, hahotázott Lizi. Az egész regény a háború alatt játszódik? Nem, természetesen először ugyanolyan idilli a hangulat a regény elején, mint ahogy az első rész befejeződött. Tehát a jó munkahely, a Lizi által megvalósult álom, a szalon, a gyermeknek a Zoltánkának a nevelése, a szórakoztatása, mesék, különböző álmok, azok vannak bent. És utána a józseffalvi tűzvész az, ami legelőször a szomorú vagy komoly eseményt okoz. Ez nem sokkal a háború előtt volt, ugye. Ez volt a ami legelőször a vidámságot megbontotta. Zoltán munkával is, adománygyűjtéssel különböző módon segítkezett a falujának az újjáépítésében. Azt tudni lehet a történelemből is, hogy Kós Károly is, a híres építész, ugye sokat segítkezett Józsefalva újjáépítésében, és Németh Kálmán a bukovinai székelyek, illetve a józseffalvi székelyeknek a plébánosa, aki levezette ezeket a újjáépítéseket. Legelőször el kellett költözniük rokonokhoz, és úgy kezdték az építkezéseket. Van egy apró jelenet, amit szeretném, hogyha Zsóka majd felolvasna, mert ez téged is érint a regényemben. Csak azok kedvéért, akik esetleg még nem olvasták a regényedet, ugye beszélted a főhősünk értelemszerűen Zoltán, de ki Zozó? Hát Zozó jogilag Sára és Imre gyermeke a regényemben, Imre pedig Zoltán testvére. A valóságban pedig Zoltán és Sára gyermeke Zozó, aki tulajdonképpen édesapám. Tehát édesapámnak a nevelőapja és az édesapja testvérek. Akkor Jetta kicsoda a történetben? Jetta pedig Lizinek a kis húga, aki egy olyan 8-9 évvel idősebb, mint Zozó, tehát ők sokat játszanak együtt. De a tűzvészre még térjünk vissza, mert szeretnék a tűzvészről egy részt, hogyha olvasna Zsóka, mert el kell mondanom, hogy a Zolinak a nagypapája szerepel ebbe a regényben, csak ezt itt szerényen elhallgatod, mert ő Andrásfalván született, és ács volt.
És többször ugye a barátnőmmel, Terivel többször beszélgetünk így a nagyszülőkről, és tulajdonképpen egy ácsra nagyon szükség volt a tűzvész utáni építkezéskor, és ezért gondoltam, hogy őt beírom ebbe a regénybe. András falváról jött az ács, Sebestyén Péter, aki a tetőt készítette. Zoltán nem is értette, hogy hogyan lehet ekkora erő abban a kicsi emberben. Csak ámulva nézte lentről, ahogy Péter a gerendákat rakja, fordítja, illesztgeti. No, ne bámuljál már engemet. Hát gyere, inkább hozzad azokat a léceket. Kiáltott le fentről. Péter, én inkább feladogatom neked innen. Szédülök a magasban. Nem megyek én fel a létrán. Magos? Az Andrásfalvi templomtorony. Az a magos? Ez semmiség? De idefe kell, hogy valaki segéljen nekem. Szólj akkor az ecseidnek, Imrének, vagy a Csibi Miskának, hogy jöjjék ide. Zoltán meghozta a segítséget Péternek, utána már elegendő volt az is, hogy ő csak lentről adogatta a léceket. A két férfi pedig fent illeszgette, szegelte őket. Mire befejezték a munkát, Zoltán alig tudta mozgatni a karjait, úgy elfáradt. Persze senkinek sem mutatta, hogy megint úri ficsúrnak titulálják. Bár fizikai ereje igen nagy volt, de nem szokott az efféle munkához. Ezért természetes, hogy hamarabb elfáradt, mint azok, akik mindig ezt csinálják. Hónapig lesz egy kis munkánk, de délután már beköltözhettek a szüleid, mondta Péter, mikor lejött a létrán. Én holnap nem leszek itt, de Imre öcsém majd segít, amit kell. Azzal elköszönt Pétertől, és felment Irén nénye házához, hogy elmondja a jó hírt a többieknek. Holnap hazamehetnek, édesanyám! Tényleg, fiam? De jó lesz már. Édesanyám, most csak hátul az udvarban egy szoba készült el, meg az állatoknak az istálló. A ház alapjait és újra felépítését csak később tudjuk elkezdeni. Most csak az ideiglenes lakásokra futja. A tél beállta előtt intézni kell, hogy mindenki feje felett legyen tető, azután majd tovább építkezhetünk. Nem baj, fiam. Itt es egy szobába vagyunk, ott legalább nem leszünk más terhére, még ha a testvérem es. Édesapám, hallja, holnap délután hazamehetnek. Haza? Haza? Dörmögte apja, de mást nem szólt. Kérem a Baranya Bokréta népdalkört, hogy énekeljék el az Üssön mög babában a Ménkű című bukovianai népdal csokrot. Bekinyílott a tulipán,
lesz a kajtom vasárnap ebéd után. Közepébe sírdogál, húsan sírdogál, azt gondolja, nem szeretem igazán. Kis kertembe rozmaringot ültettem, este reggel könnyeimmel öntöztem, lehullott a rozmarin gyönge levele, babám karján aludtam el az este. Üssömög babám a minkű, akkora, mint egy malomkű, halálodat nem kívánom, de ha mögüt a se bánom. Ügye mög a fene magát, ameddig éri a kabát, ne úgy egyen, mint a hajnak, eszelje meg, mint a tornás. Te voltál szeretőm, nem más, üssön beléd a nyilamlás, nyolc garasnak négy a fele, övöd volna mög a fene. Kis kertömbe fügefészek, én a legénynek nem hiszek, mert a legény leány csaló, mind a kasztófára való. Világos kenderem el az oltatóba, hát megbontam rózsám, ne menj a fonóba. Ettem az orsom, nincs ízni feladja, bánatos szívemet ki megvigasztalja. Látod, babám, látod, ebbe száraz nyárfát, mikor az kizöldül, akkor megyek hozzá. Pedig jól tudhatod, hogy a sohasem lesz, ha száraz nyárfán a zsúlyvele nem lesz. Így, hogy mind a két részt elolvastam, mind a két regényt elolvastam, azt vettem észre, hogy ebbe az idillbe, hiába volt a háború, mégiscsak egy idill játszódott le ebbe a történetben. Tulajdonképpen egy szerelmi cselekmény Zoltán és Lizi között, ám úgy vettem észre, hogy a gyermek hiánya volt köztük a probléma. Igen, ez elég nagy probléma volt, és úgy döntöttek, hogy megpróbálják Zozót örökbe fogadni. Erre jó alkalom volt a józsefalvi tűzvész, úgyhogy minden rosszban van valami jó is, mivel hogy a család egy szobába szorongott, a gyermeket odaadták ugye a keresztülőknek, hogy náluk lehessen. Így Zozó hónapokig a keresztüléivel volt, és ekkor próbálták azt, hogy megkérik a szülőket, hogy véglegesen engedjék meg, hogy véglegesen lehessen náluk. Hogy kérném Zsokát, hogy erről egy részt olvassam. És mit szólnál ahhoz, bátorodott fel Zoltán, ha magunkhoz vennénk a fiút? Mármint, hogy érted ezt? Végleg. A nevünkre vennénk, és a sajátunkét nevelnénk. Neked elment az eszed? Mély menne oda végleg nevetekre? Hiszen te magad es Ambrus vagy. Milyen névre akarnád venni? Éppen most panaszkodtál, hogy sok vele a baj. Jobb, ha nincs itt. Meg egyébként is. Jön a következő gyerek is. Most sok vele a baj. De később segítségemre lesz. Énes mindig segítségére voltam édesapánknak. Igaz. Kezdetben te is, de csak neked ez nem tetszett. Most hamarjába elmentél hazúról. Úri ficsúr akartál lenni. Nem szeretnéd, hogy a fiadnak könnyebb élete legyen, mint amilyen neked van? Már miért legyen? Ha én kibírtam, ő is kibírja. Ezt meg verd ki a fejedből, hogy végleg. Miért az én gyerekem kellett neked? A sajátodat pedig meg se látogatod, Rozina? Attól is csak úgy elváltál? Feléje se tekintel? De térjünk vissza Zozóra.
Miért kifogásolod, hogy nálunk éljen? Jó iskolába járatnám. Mindent megtanítanék neki. Már így is szépen tud németül és magyarul is. Hát, bár pösze még, de azért lassan-lassan javítgatom. Szebb jövője lenne nálunk, nem is beszélve a háborús helyzetről. Ha második Károly a németek oldalán beáll a háborúba, akkor az én félig német családom sokkal nagyobb biztonságban van, mint a székelyek. Te, bátyám, fejezzed be eztet a szembeszédet? A gyerek iskola nélkül is tudja majd fogni az ásót, s a kapát. Én se tanultam, mégis itt vagyok. Zárta le Imre a beszélgetést. Könyvben sokat olvastam Bácskába történő áttelepülésről, és annak ellenére, hogy egy szerelmi szál, gondolom ez egy nagyon fontos állomása a könyvnek. Természetesen a székelyeknek a Bácskába települése nagyon fontos esemény, de az én könyvemnek a lényege pont ennek az ellenkezője. Az, hogy egy székely kényszerül a németekkel települni a harmadik birodalomba. Tulajdonképpen a család kettészakadásáról írtam, mert kénytelen elhagyni a szüleit, testvéreit a szerelme kedvéért. Úgyhogy nagy részt azért is adtam ezt a címet neki, hogy Székely szív, hiszen egy olyan családba él, akik Hitlert hát nem istenítik, de szeretik, hisznek benne, hisznek a mesékbe, és őneki ez mindenképpen nagyon nehéz, de a felesége kedvéért azért elköltözik a családdal együtt, de a székely szíve az örökké megmarad, és nyilván később majd a harmadik részbe hazaköltözik. Felkérném Fodor Zsoka színművésznőt, hogy olvassa föl egy részt az áttelepedésről. Artúr bácsi leadta a jelentkezést a letelepedési bizottságnál. Bár felírták mindegyikük nevét, mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy valamennyi áttelepülni vágyó családtag személyesen jelenjen meg. Ezért egyik nap elmentek együtt a bizottsághoz. A letelepedési biztos rákérdezett Zozóra, mivel a fiúk is velük volt. Majd a szívük szakadt meg, amikor azt kellett válaszolniuk, hogy nem, a fiú csak rokon gyermek, nem fog velük utazni. Az áttelepülés idejéül október közepét jelöltek meg számunkra, még a pontos napról érdeklődniük kell, 2 hét múlva. Amikor hazaértek, gyorsan megmosdatták a gyereket, és hamar ágyba dugták. Amikor Zoltán bement hozzá, hogy a szokásos esti mesét elmondja, Zozó azt kérdezte. Fáti, a bácsi azt mondta, hogy vonattal utazol, te és Muti. Zozó nem lehet veletek? Zoltán szava elállt. Nem is gondolta, hogy Zozó figyel arra, amit a hivatalban áttelepedési dolgokról tárgyalnak, és persze már mindent ért németül. Nem hazudhat a gyereknek. Igen, kicsikém. Muti és Fati hamarosan messzire fog elutazni. Nagyon szeretnék magunkkal vinni, de akkor édesanyád és édesapád nagyon szomorúak lennének, hogy nem lehetnek veled. Így most velük kell maradnod. Majd amikor lehet, újra együtt leszünk. Jó lesz? Mikor lehet? Azt most nem tudom neked megmondani. Mennyit kell aludni? Azt hiszem, elég sokat, mondta szomorúan Zoltán. De aztán újra sokat, sokat leszünk együtt. Fati megígéri neked, hogy amint csak teheti, újra eljön hozzád. És vonattal. Igen, persze, vonattal. Akkor jó, a vonatot azt szeretem.
A regény szerint nem Németországba, hanem Lengyelországba telepítették őket. Ez valóban így volt? Igen, a helyszíneken semmit sem változtattam. Ugye Lengyelország akkor a harmadik birodalomhoz tartozott, tehát a harmadik birodalomba telepítették őket. Induláskor ezt nem is tudták, ők azt gondolták, hogy Németországba fognak menni, aztán útközben kiderült, hogy Lengyelország Sosnovicba költöztek. Hát ha bárki megnézi a térképet, ez Katowice közelébe van, és Auschwitz mellett, tehát nagyon, nagyon közel van Auschwitzhoz. Ott éltek néhány hónapot egészen addig, amíg Ausztriába nem telepítették át a családot. Azt gondolom, hogy mégiscsak legfontosabb, hogy a család együtt legyen, és hogy Zozó is velük legyen. Ez végül is hogyan oldották meg? Hát ezt is az élet oldotta meg, nem az én fantáziám. Nagyon sokszor hallottam a történetet, ahogy elmesélték, apu is mesélte, és a nagymamám is, hogy olyan betegséget produkált Zozó, hogy azt gondolták, hogy meghal. És ezért kénytelenek voltak táviratozni Fátinak és Mutinak, hogy jöjjenek el érte, mert nem éli túl már a következő napokat talán. És így történt az, hogy el tudtak menni érte. Úgy látom, ez egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú rész a regényben, ezért felkérem Fodor Zsóka művésznőt, hogy olvassa fel ezt a részt. Egész éjjel nedves kendővel törülgette a homlokát, a tarkóját, néha még nagyobb felületet is a testén. Közben folyamatosan beszélt hozzá. Úgy tűnt, hogy a gyermek semmit sem hal ebből, de Zoltán biztos volt abban, hogy a szeretet ereje, az ő megnyugtató hangja a gyerek gyógyulásában segíteni fog. Tudod, ha felgyógyulsz, akkor vonattal fogunk majd az új lakhelyünkre menni. Emlékszel? Megígértem neked, hogy majd vonatozunk együtt. Tudod, ahol lakni fogunk, ott éppen olyan nagy hegyek vannak, mint Bukovinában. Éppen olyan medvecsalád lakik abban az erdőben is. Sőt, az is lehet, hogy a mi medvéink követnek bennünket. Ugye? Emlékszel azokra a mesékre? Zozó szemével igent jelzett. Ennek Zoltán nagyon örült, mert azt jelenti, hogy hallja. Hajnalban arra ébredt, hogy két aprócska tenyér fogja az arcát, és halkan suttogja. Fati, Zozó, kicsikép felébredtél. Igen, vártam, hogy gyere a vonattal. Jaj, de boldog vagyok. Muti is jött. Hát persze. Tudod, hogy mindketten árkon bokron át jöttünk hozzád, amikor meghallottuk, hogy beteg vagy. Hol van Muti? Azonnal szólok neki. Azzal kiszaladt és kereste, hogy melyik szobában van a felesége. Most látta csak, hogy elég szép nagy ház, ahol a családja lakott. Eddig ezt észre sem vette. Amikor megtalálta Lizit, halkan ébrezgetni kezdte. Gyere, kedvesem! Mi baj van? Ilyet fel Lizi álmából. Semmi baj sincs. Gyere! Zozó látni akar! Zozó! Azzal már kiusugrott az ágyból, és hálóinkben mezitláb futott át a szobába, ahol a gyermek volt. Boldogan ölelte át a fiút, és csókolgatta a kis arcát. Mutti, de jó, hogy itt vagy, mondta a gyermek németül Lizinek. Az asszony ettől még jobban meghatódott, még a könnye is kifolyt. Veletek akarok lakni, nem akarok itt lakni, itt nem jó nekem, jelentette ki kategorikusan Zozó. Mi mindent elkövetünk, hogy így legyen, mondta Zoltán, de tudod, hogy a szüleid engedélye nélkül nem vihetünk el. Akkor újra beteg leszek, mondta a gyerek. A
Most nagyon gonosz leszek, és leredukálom a könyvet, mert hát tulajdonképpen mégiscsak együtt a család. És talán ez a legfontosabb. Mi van a harmadik résszel? Elkészült már? Még nem készült el teljesen, de most már nagy része megvan, és hát nagyon remélem, hogy egy év múlva újra itt, újra veletek, ahogy a Kati is befejezte a mondókáját, én ugyanígy fejezném be, hogy köszönöm, hogy ennyien jöttetek. Remélem, hogy sokan elolvastátok a regényt, vagy aki nem olvasta, az kedvet kap hozzá most, mert a Zsóka előadásába hallgatva teljesen más. Tehát amikor én olvasom, nem ennyire szép. Tehát most én magam is elcsodálkozom, hogy én ilyen szépet írtam. És hát látva, hogy apukám még el is sírta magát, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, nektek is, hogy részt vettetek ezen az eseményen. Akkor még egy kis meglepetéssel is készültünk, mert hogy Lénárd József pécsi költő a könyv kapcsán írt egy verset, ugyanis ő is egy székelyember, ő is Erdélyből származik, és innen jött, vagyis onnan jött ide, és felkérem, hogy tolmácsolja ezt a versét. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a írónőt, dr. Szili Katalint, az egész társaságot, mert ez az ünnep szerintem igen nagy. Nekem legalábbis, mert Erdélyből származom, és menekültünk. Nem akarok sokat beszélni erről, csak annyit, hogy az a vers, amit most elmondok, az tulajdonképpen azt igazolja, hogy a székely nagyon szeret dalolni, nagyon szeret énekelni, és nagyon szeret táncolni. Hát nem táncolni fogok, csak egy verset olvasni. Karingós táncra forog a lelkem. Fekete kendő lobog az égen. Tőle a napot nem látom én. Árnyékban élek, emlék ölelget, s a messzességben gyengül a fény. Karingós táncra forog a lelkem, amikor látom a levetkezőt. Csillogó fényben remeg a karja, mint vizek habja, ha sellőt ölel. Nagy a hidegben a fázó sírás. Féltem a lelkem, ha jön a nagy vágy. Álmodok sokszor új takarókat, hullámzó lelkem vad viharát. Magam, ha forgok karingós táncra, újra ölelném a levetkezőt. Fekete kendők, remegő karok, s a nagy vizek habja folytva ölel. Morzsákat gyűjtök, és elhiszem én, hogy megtalálom a gyémánt szemeket, amikor az ősz is leveszi ruháját, siratom őt is a mezitelent. Fekete kendő vonagló égen fájdalmat takar, mint az egy szemfedő, vadvirág fényét bújva is féltem, eltakarom már, s kopár a mező. Hullámzó hajnal lobog a szélben, messzi az ajtó, nyitva, mint egy nagy lomha gyengétség. Rozsdás zárral már bibelődik. Csak lassan megyek, hosszú az út, utolér árnyékom, messzi, ahová megyek, születésnapomon még földi rab vagyok. Feltétlen fontos együtt beszélgetni. Fontos, készen állok, az időt tanulom, belebotlok, ha nem vigyázok. Nem csak az idő, az ember is bölcsebb lett. Többet tapasztalt, rájött, mivé lett, hogy múlnak az évek, mattulnak a fények. Lengén elhittem. Ha az ember nem láti már jól, azt hiszi, koszos a szemüvege. Pedig csak
könnyes a szem. Megöregedtem. Köszönjük szépen. Ez a kis ízeli út után, ha valakinek kedve támad ebből a könyvből vásárolni, akkor itt majd megtehet itt az asztalnál, hiszen itt van a főhősünk, értelemszerűen Gáspár Klára, aki akár dedikálja is önöknek ezt a könyvet. Nagyon szépen köszönöm Gáspár Klárának, hogy eljött hozzánk, ismét elhozta nekünk a második kötetet is. Fantasztikus egy könyv, úgyhogy nyugodtan ajánlom mindenkinek. Nagyon köszönöm dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottnak ezt a csodálatos megnyitást, megnyitót. Köszönöm szépen Fodor Zsoka színművésznek. Különösen azt, hogy ezután már az ő hangjával fogom én is hallani ezt a könyvet, mert elképesztő, már tavaly is az első könyvnél is már egyszerűen beleborsózott a bőröm, annyira fantasztikusan élte bele magát, és ebbe is. És éppen, ahogy a Klára is mondta, ugye amikor olvastam a regényt, mindenkibe kialakul egy kép, egy hang, különböző szereplőkre, a különböző városokra, tájakra, épületekre, stb. De teljesen új megvilágításba helyeződött így az egész történet. Fantasztikus volt, köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm Radnóti Léda Karnagynak, hogy ismét elhozta nekünk a Baranya Bokréta népdalkört. Köszönöm szépen. Még az elnök úr egy kicsit szeretne néhány szót szólni. Egyrészt nem alapvetően szólni, hanem megköszönni egy picit jelképesen a résztvevőknek, és egy picit ilyen személyes kis emléket fűznék hozzá, ha már Katalin beszélt 40 évről, és akkor nem veszik a hölgyek tapintatlanságnak, hogyha én is egy 30 évre visszatekintek. Egyrészt az elején ez a harmadik könyvre való célzás, ez nekem spontán történt, én nem tudtam, de úgy látszik a megérzésem jól működik. És hát ugyanez nem közvetlen könyv, de a könyvhöz van valamennyi köze. 30 évvel ezelőtt, amikor a vállalkozói pályám elindult, akkor ez sem véletlen, hogy megint összekanyarodtunk és összekapcsolódtunk. Akkor is sokat segítettél nekünk. Akkor ugyan még a munkakönyvekben segítettél és dokumentáltál, lehet, hogy ez is egyfajta hatással volt. Aztán ez ma már egy másik világ, de én már akkor tudtam, hogy ennek milyen folytatása lehet. Igen, igen. Minden tekintetben. Nem csak szépen, hanem tartalmasan. Úgyhogy én már akkor tudtam ezt a jövő lehetőségét. Hát én is szeretném megköszönni az Egyesület nevében, Zoltán nevében is, a résztvevőknek, szereplőknek egy kis jelképes emléklappal is ezt a mai estet. Azért gondolkodom, mert a Virágosnál jártam, és adott egy-két instrukciót, és most fel kell dolgoznom, hogy ki melyik színű virágot kapja, úgyhogy ezért gondolkodtam el hirtelenjében. Akkor remélem eltalálom a szín kavalkádot és a szinergia, ezt Fodor Zsóka művésznőnek. Erre gondoltam. Jaj, de udvariasnak tetszik lenni. Katalinnak köszönjük. Gáspár Klára. Köszönöm. És természetesen az énekkarnak is szeretnénk megköszönni. Az emléklapot hozzá kellett volna tennem, köszönöm, és majd aláírást is kérek rá, hogy az utókornak megörökítsük ezeket az eseményeket, és természetesen nagyon várjuk. Én nem szeretem az időt sürgetni. Azt azért elmondom, hogy aki nem tudja, vagy nem látja, a Cinke program egy emléklappal is készül azért, hogy le ne tagadhatják a résztvevők, hogy itt voltak közöttünk. Persze, ez csak a poén kedvéért mondtam. Sok száz ilyen lapunk van, és ez nagy érték számunkra, mert a Cinkének az amatőr művészet segítése feladata. És szeretném az énekkart is megköszönteni. Van egy férfi bárhova, kollega, bárhova. Őt egy csokoládéval. És a hölgyeknek köszönet a est színesítésért. No, akkor kérnék, hogy ön két szín köszönöm legyen szépen. Kedves. Tulajdonképpen így a programnak nagyjából vége is van, de azért azt még elmondanám, hogyha követik az eseményeinket,
akkor ez az idei vírusos helyzet miatt nem nagyon tudtunk fölkészülni mondjuk január 1-én, hogy mi lesz december 31-ig, amit általában megszokhattak, néha azért szokott történni változás is a programokban, hiszen ez egy év hosszú idő. Ezért most félig meddig egy kicsit improvizálunk is. Ebben az improvizálásban legközelebb viszont hamarosan, most hirtelen nem jut eszembe, hogy hányadikán vagy mikor, de akik regisztráltak a honlapunkra, vagy itt akár a portaszolgálatnál fölírták az elérhetőségeket, azok majd kapnak értesítést arról, hiszen nem sokára Dévény Ildikó színművész fog ellátogatni hozzánk egy csodálatosan szép programmal. Az is egy könyvben mutató lesz, csak ennyit elárulok az egészből. Elmondhatjuk a meglepetés vendéget, ugyanezt a mai estet nem lehet fokozni, inkább párhuzamba állítom. Eszterházi Katalin, hogyan nem lettem Eszterházi, és egy olyan élettörténet van, amit mindenkinek javaslok. Tehát hogyan lehet felépülni, felkelni az emberi csapásokból, és nagyon színes története volt, és egyébként neki van 10 év pécsi múltja. És megvan már a dátum is talán? A dátum is megvan, tehát jövő héten pénteken 17 órakor lesz. Tehát jövő hét pénteken, aki teheti, az szintén jöjjön el ide közénk az Origóházba, mert hát akkor is egy fantasztikus kis műsorral kedveskedünk. És hát azt örömmel jelenteném még be, hogy jövő héten kedden a segedelmünkkel Mánfán is egy alkotóklub alakul. Ez nagy öröm számunkra, hiszen ez a missziónk, az amatőr művészek és a kisközösségek segítése. És hát itt látva a Népdalfesztiválhoz a közösséget, még szeptemberben szeretnénk egy Népdalfesztivált, ha a Covid ördög nem szól közben, megtartani. És hát közben egy nagy meglepetés is ért a mai este folyamán, mert hogy a Cinke programnak egy oszlopos tagja, Bárdosné Tóth Lídia is jelentkezett egy önálló kötettel, aki megírta a második kötetét. Ugye tavaly volt az első kötet, ott Dévény Ildikó segítkezett a felolvasásokban, úgyhogy nem tudom, hogy most idén majd hogyan lesz. Tehát ő még egyelőre nincsen besorolva, sőt annyira nincsen, hogy ezt még csak most hallják tőlem először még az Origóház dolgozói is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek. Köszönöm a rádióhallgatóknak, a televíziónézőknek, akik rendszeresen velünk vannak és nézik az adásunkat. Önök a Cinken program műsorát hallották, látták. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.